A kaposszekcsői német nemzetiségi önkormányzat és a helyi önkormányzat közösen szervezett megemlékezést a svábok kitelepítésének 75. évfordulójára egy több részből álló program keretében. Német nemzetiségi önkormányzatunknak a rendezvénye, mindig színvonalas és megható műsorokat rendeznek. Ez különös alkalom, hiszen a 75 éves kitelepítési évforduló van. A svábságot ez ugye nagyon megviselte, itt Kaposszekcsőn is. Nyilván egy háborús bűnösnek olyan embereket kikiáltani, akik semmit nem tehettek, és ugye ez is a mottója ennek az egésznek, hogy mi svábok jó magyarok voltunk. Tehát, hogy önnekik ezt átélni iszonyat lehetett. Az idei évben a megemlékezés első részeként a látogatók egy jelenetekben rendezett sétán vehettek részt. Magyarországi Német Színháztól érkeztünk, és az előadás címe Nehéz csomag. Ez az előadás a magyarországi németek kitelepítéséről szól, annak állít emléket egy család példáján, akiket Budaörsről telepítettek ki. Az előadást követően az evangélikus templomban, majd a kitelepítési emlékműnél koszorúzással folytatták a megemlékezést. A program zárásaként pedig megnyitották a Svábok mindennapjai című kiállítást a közösségi házban. A koszorúzás után nyitjuk meg ezt a kiállítást, ami a svábok, németek mindennapi életéről szóló tárgyakat gyűjtöttünk össze, régi képeket, törölközőket, tálakat, tányérokat, áttakarókat és kézimunkákat. A kiállítás május 16-tól május 19-ig várja az érdeklődőket a kaposszekcsői közösségi házban.